Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Civil Alapítvány odaadó programjának áprilisi első előadásán, amelyben egy picit a múltba megyünk vissza, és egy picit a, az időskor rejtelmeit nézzük meg, ezt a két dolgot kapcsoljuk össze. Ugye arról szól ez a mai előadás, hogy a nyugati civilizáció különböző korszakaiban milyen volt az emberek gondolkodása, mi határozta meg az ő világukat, az ő mindennapjaikat, hétköznapjaikat, sügnepeiket, és ez miért lehet fontos az embernek időskorban. Onnan kezdeném a történetet, hogy az elmúlt 20-25 évben idősekkel foglalkozva, elsősorban őket tanítva, és másodszorban ápolva és gondozva, nagyon sok beszélgetésben volt részem, és közöttük a beszélgetések között nagyon világosan kiderült az, hogy az idős ember, ahogyan halad előre az életmenetében, ahogyan beteljesedik az életében az aging, ugye az idősödés folyamata, úgy egyre jobban elválasztja egymástól a lényeges és a lényegtelent, és egyre inkább a világ mélyebb összefüggései érdeklik. Egyre jobban vonzódik az idős ember a komplexebb világmagyarázatokhoz. Ez nagyon nem a filozófiát jelenti. Nagyon kevés ember van, aki időskorában kezd el kantot, Hegelt vagy plátont olvasni. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a filozófia nyelve nagyon nehéz, és ha az ember fiatal korában nem kezd el, akkor alig is ért valamit időskorában ezekből a szövegekből. Hanem elsősorban a, a hagyományos világmagyarázatok azon belül is a vallások világképe, világszemlélete, világfelfogása felé fordulnak az emberek, és ezekben találnak maguknak, gyógyírt menedéket, de ennél sokkal többet, mert ha azt mondom csak, hogy a vallás gyógyír menedék, akkor azzal beleragadok egy filozófiai hagyományban, amit marxizmusnak neveznek. A vallás ennél sokkal több, valódi békét találnak az emberek, és ebben a békében megnyugodva élik tovább tulajdonképpen a mindennapjékat. Ez nagyon-nagyon jelentős részénél az időseknek megfigyelhető. Ahogyan az is, hogy tömve vannak a művészettörténeti, vallástörténeti kurzusok a szenior képzésben, akármelyik helyszínen tartjuk ezeket, és ez nem csak Magyarországon jellemző, hanem a nemzetközi trendek is ilyenek. Voltak olyan korszakai a nyugati civilizációnak, amikor nagyon komoly vallási hagyományok határozták meg az emberek mindennapjait. Első szakaszában ez inkább még ugye vallási, mitológiai hagyománynak mondható, ugye a görög és a római civilizációban, de az ő mindennapjaikat is meghatározták a mitológiai történetek, az istenekhez való viszony, és az isteneknek, isteneknek való megfelelés. És itt is megfigyelhető az ezekben a történelmi szituációkban, ezekben a korszakokban is, az idősebb emberek sokkal jobban, sokkal komolyabban veszik ezeket a hagyományokat, míg a fiatalabbak azok ugye szabadabban és, és kötetlenebbül élnek, és szép lassan találnak el ezekhez a hagyományokhoz. Ez természetesen nem minden egyes emberre igaz, de az emberek túlnyomó részére biztosan. A középkor, amit ugye nekünk még így tanítottak, ma már nagyon helyesen mindenféle értékítélet nélkül ezt az időszakot inkább premodern kornak tanítják. Az egész a történelmi múltat, amikor a tradicionális világkép meghatározó volt, azt egy szóval alteritásnak, tehát ilyen múltnak, régiségnek mondják. És ennek az utolsó szakasza a premodern, ami tulajdonképpen a, a keresztény királyságok létrejöttével indul el, a, amely királyságok ugye mindenhol megszületnek, legkésőbb ugye a Közép- és Kelet-Európában és ez a korszak gyakorlatilag minimum ugye a nagy földrajzi felfedezésekig, de talán még inkább az angol polgári forradalomig tart, amikor is ugye 1640 ben 40 -nel ugye a polgárság hatalmat szerez egy országban, és ezáltal egy új, modern világkép kezdődik. Mi a különbség a tradicionális és a modern ember, a tradicionális és a modern ember világképek között? Nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani, például azt, hogy a, a modern ember a sokkal dinamikusabb, több helyre utazik életében világot lát. A, a tradicionális ember általában kötődik ahhoz a helyhez, ahol az életét élte. A tradicionális ember jobban vonzódik a a metafizikus kérdéseket, sőt, élete hangsúlyát tulajdonképpen a metafizikába helyezi, szemben a modern emberrel, aki ebben a földi életben akar boldog lenni. Ugye a premodernben történik a reneszánsz megjelenése, és a reneszánsz tulajdonképpen egy szervetlen jelenség a premodernben, mert a modernnek igazából az előfutára. Tehát ezeket a korszakokat nem szabad úgy felfogni, hogy, hogy az egyik korszak megszűnik, és akkor jön a következő, ami teljesen új, hanem átmenetek vannak a, vannak a korszakok között természetesen. Tehát igazából ugye, a, a, ha például a reszánsz tanulmányozzuk, akkor ott már megjelenik egyértelműen a személyes, ha tetszik, szubjektív istenhit, ahogy a maga az ember tapasztalja az Isten valóságát. Ez már mindenképpen modern gondolat. Viszont a premodernkor embere, a, és ez a lényege tulajdonképpen a mostani előadásomnak, a premodernkor embere az ünnepkör embere. Az ünnepkör embere méghozzá a keresztény ünnepkör embere, és én azt veszem észre gerontológiai kutatóként, hogy a, az idősebb emberek, akik, akik nagyon vonzódnak a komplexebb világmagyarázatokhoz, nagyon sokszor rátalálnak ezekre az ünnepkörökre, mert az ünnepkör, amit a modern hajlamos alternatívá tenni, és a mi korszakunk, a posztmodern, pedig már gyakorlatilag kivesz az oktatásból, legfőjebb hittanórán tanítják, vagy legfőjebb igényesebb történelem tanárok tanítják meg azt, hogy milyen volt a tradicionális embernek a, a mindennapi élete, és hogyan kötődött a vallási hagyományokhoz, ünnepekhez. Szóval a premodern ember az nagyon-nagyon intenzíven az ünnepkörök világában élt, és az idős ember, akikkel én magam találkozom, nagyon gyakran újra visszatalál ezekhez, és nagyon hamar megérti ennek a mélyebb összefüggéseit. Mi ennek az oka? Hát az az oka, hogy van saját hagyományunk. Ezt nem szabad elfelejteni, akkor is, ha lesüllyed formában, de a keresztény hagyomány ott van jelen az életünkben, hiszen ott vannak a templomok, amik mellett a gyors autónkkal elmegyünk. Ott vannak a, a vallási ünnepek, amelyek ma már profán ünnepek, ugye az is jellemző, hogy a modernben válik az ajándékozás ünnepévé a karácsony, meg a húsvét. A premodernben ez szóba se került legfeljebb egy kalácsot, vagy egy, vagy egy kisebb pohár bort, vagy valamit ajándékoztak az emberek egymásnak, kisebb emlékeket, de ennél többet semmiképpen sem ezeken a szakrális ünnepeken, hiszen a szakralitása volt a lényeg. Tehát benne vagyunk ebben a hagyományban, még most is, annak ellenére, hogy ez a hagyomány már lefűződötten, átalakultan, modernizálódottan van jelen közöttünk. de az idős ember, aki lassabb élet a tél, az visszaemlékszik arra, hogy milyen ilyen típusú élményei voltak az ünnepkörrel, hogyan találkozott, és nagyon hamar rátalál, belső valóságát teszi, erre van egy tudományos szavam is, interiorizálja, tehát belsővé teszi, és ebben éri a további életét. Felmerült a kérdés, hogy, hogy mi a helyzet a keleti hagyományokkal. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az idős korosztály számára ez is nagyon érdekes és nagyon különleges. El kell mondjam önöknek, hogy a tradicionális keleti hagyományok és a tradicionális keresztény hagyomány között formai különbségek vannak. Abban, hogy az ember egy lassított életet él, imádságokat hajt végre, gondolkodik a világon, gondolkodik önmagán. Ezekben a, a, ezekben a belső lényeget alkotó, szubstanciális viszonyokban, ha tetszik, ebben sokkal kisebb a különbség, mint abban, hogy ki hogyan végzi az imát, vagy hogyan bérmálkozik, vagy hogyan konfirmál ugye, a, protestáns hagyományban. Tehát a lényegét illetően a tradicionális vallások azok nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz. Akit ez a téma jobban érdekel, annak többek között akár Hanvas Béla, a legnagyobb magyar filozófus gondolatait, munkásságát tudom tiszta szívvel ajánlani önöknek. Tehát nagyon nagy divatja van ezeknek a keleti hagyományoknak, és ez nagyon helyes, nagyon sok mindent meg lehet belőle tanulni, de azért fontos hangsúlyozni, hogy nekünk van egy saját hagyományunk, és egy saját ünnepkörünk, amit szintén érdemes, amit szintén fontos megismerni. És az előadásom második felében tulajdonképpen ennek az ünnepkörnek a részeit szeretném elmondani, hogy az az idősebb ember, aki érdeklődik ezek iránt az ünnepkörök iránt, de akár a fiatalok is, azok rátalálhassanak ezekre a hagyományokra, és lássák azt, hogy micsoda mélység, micsoda összetettség van ezekben a hagyományokban. Ugye a keresztény ünnepkör bárhonnan el lehet kezdeni, hiszen körbeér a naptárban. Kezdjük a karácsonyjal. Ugye minden hagyomány, akár vallási, akár profán hagyomány észreveszi, hogy ugye december 21-e körül van a napforduló, amely után már kezd a fény egyre fényesebben jelen lenni az életünkben, és ami után újra elindulunk a tavasz felé minden hagyományban fényünnepekkel szokták megünnepelni. A kereszténység erre az időpontra teszi Jézus születését, tehát magának a fénynek, magának az isteni fénynek a megjelenését. Az első, az ünnepkör első szakasza karácsonytól vízkeresztig tart, a megfelelő ritusokkal, a megfelelő bőti szakaszokkal, a megfelelő imádságokkal, a megfelelő szent ünnepekkel. Vízkeresztől ami ugye hagyományosan például a karácsonyfa lebontásának az idő, időpontja is, vízkeresztől tart tulajdonképpen a farsangi időszak, amikor viszont a, a bőt meg a befelé fordulás után egy kicsit az ember már a, a tavasz eljövetelét kezdi el ünnepelni. Tulajdonképpen ezek az ünnepek a, a, mély szakrális hit szerint egy kicsit segítik is azt, hogy a tavasz, tavasz megszülessen létrejöjjön. A farsang az, amikor, amikor, vannak olyan napok, amikor tényleg az erezdel a hajamat eh, filozófiája érvényesül, és az ember a, az életbőséggel, az életboldogsággal találkozik. Majd pedig elkövetkezik az általában 40 napos, hát a naptár szerint ugye ez lehet 45 is, de általában 40 napos nagybőti időszak, amikor megtisztítjuk magunkat mindenféle káros fizikai és szellemi anyagtól, tehát megint befelé fordulunk. Azt hiszem, már ezekkel a példákkal is látják, hogy nagyon periodikus az ünnepkör, tehát vannak ilyen befelé forduló időszakok, és vannak aktívabb időszakok, nem teljesen párhuzamosan váltakoznak egymással, de nagyjából van egy ritmusa, amit az ember tud, és alapvetően fontos hangsúlyozni, hogy ez a természet ritmusához igazodik. Tehát a 40 napos nagybőjt után következik el valamikor április közepén a húsvét, és a húsvét az ugye a, a Jézus kereszt halála és feltámadása, tehát tulajdonképpen a, az új erő megjelenése az ember életében, a spirituális támogatás az ember mindennapjaiban. Húsvéttól pünkösdig tart egy nagyon áldott időszak, ugye ami e, június eleje, általában a pünkös, május vége, amikor ugye a Szentlélek kiárad az ember életére, és onnantól kezdve jönnek a, a Tradicionális ember számára az igazán erős munkás hétköznapok, hiszen ugye a, a magvetés tavaszi ünnepét követi ugye az aratás ünnepe, az aratás kezdete, ami ott Péter Pál nap környékén van, tehát az június vége, július eleje, de ez nyilván a, a terménytől is függ, hogy éppen ugye mikor vetik el és mikor van az aratás. Van olyan aratás, ami akár még augusztusban is megtörténik. És aztán valamikor augusztus közepén minden keresztény közösségben, ahol van még egy tradicionális gondolkodás, tradicionális Világkép, ott az új kenyeret ünneplik meg, amikor már ugye az első kenyér, kenyér, létrejön, és azt ugye meg is szentelik általában. Az új kenyér ünneptől a születik tart a következő időszak, a szürettől a minden szentekig az azt követő időszak, és a minden szentek követően kezdődik megint egy nagyon erőteljes, befelé forduló, megtisztuló időszak, az advent időszaka, amely advent nagyjából egy hónapon keresztül tart, és ott is egy önkiüresítés, ahogyan a görög mondja, kenózis történik ugye az emberrel. Tehát ha ezeket a szakaszokat értjük, és mondjuk megnézzük, hogy melyik szentnek mikor van az ünnepe, akkor meglepően láthatjuk, hogy a bőjtös időszakokban, tehát amikor fizikailag is, és szellemileg is tartózkodunk ugye, a, a, a felesleges dolgok befogadásától, akkor van nagyon sok szent ünnep, és a szentek e, nem véletlenül helyeződnek ezekre a napokra, hanem ezeken a napokon a szentek élete által bizonyos tulajdonképpen tudunk önmagunkban megszüntetni. Tehát mit jelent a keresztény ünnepkör? Azt jelenti, hogy minden napra van a keresztény hívőnek egy feladata, minden napra van valami gondolkodni, van valamilyen szakráis cselekedet a barka szenteléstől kezdve az imádságon keresztül, speciális imádságon keresztül minden gyakorlatilag. Tehát a keresztény ember életének a, a minden napjait áthatja ez az ünnepkör. Na ezt az ünnepkört tette választhatóvá, tette alternatívá modern, a városokba költözve a 19. században az embereknek nagyon jelentős része el is feledkezik erről a dologról, és maximum a külsődleges részeit ünnepli, illetve néha a lelkiismerete felébred, akkor esetleg megy egy templomba imádkozni, de ez is nagyon ritka. A posztmodernben pedig a teljes alternativitással találkozunk, akit érdekel, az foglalkozhat vele, de ugyanolyan rangúnak tekinti a posztmodern a filozófiai nézeteket, ugyanolyan rangúnak érti az ateizmust, tehát egy nagyon sajátos demokrácia felfogás érvényesül a posztmodernben, tulajdonképpen minden nézet elfogadható, amely nem akarja a többit megsemmisíteni, a többit kiírtani. Anything goes, ahogy ugye az angol-amerikai angol mondja ezzel kapcsolatban, tehát minden megy, minden lehetséges. Ebben a világban találnak nagyon sokan vissza ezekhez a tradicionális ünnepekhez. Ezekben a világokban találnak vissza az emberek, talán éppen azért, mert a külső világból ez hiányzik ehhez az ünnepkör hagyományhoz, és nagyon nagy szeretettel ajánlom az ebbe való elmélyülést minden idős ember számára, hiszen ez a mi hagyományunk, ez a mi világunk, és ezt megtalálva egy nagyon komoly és nagyon békés lelki otthonra találhatunk, és miközben megtaláljuk ezt a lelki otthont, nem győzöm hangsúlyozni, hogy az lesz az érzésünk, hogy ez a saját hagyományunk. Ugye amikor bemegyünk egy, egy csodálatos magyarországi nagy templomba, legyen az a Szegedi Dóm, legyen az a Mátyás templom, legyen az a bazilika, legyen az a Bakácstéri templom, amelyek általában a 19. század végén épültek, vagy pedig akkor épültek igazán grandiózussá, Ezekben a magyar hagyományal és a keresztény hagyományal szervesen találkozunk, tehát látni kell, hogy ez a mi világunk. Ezt kell nekünk ismerni. És minél idősebbek vagyunk, annál jobban éreznünk kell, hogy ez a hagyomány rólunk szól, ez a világ a miénk. Úgyhogy sok szeretettel ajánlom önöknek a karácsony ünnepkörben, és általában a keresztény ünnepkörben, ugye a karácsonyt azért emelem ki, mert az talán a legszebb része a dolognak, de a húsvéti is csodálatos, tehát általában a keresztény ünnepkörben való egyre mélyebb elmélyülést, és ez az elmélyülés nekünk egy nagyon különleges és nagyon értékes lelki békét adhat a mindennapokra, olyan lelki békét, amit talán semmilyen más hagyomány nem ad meg nekünk. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon, nagyon alapos és nagyon figyelmes elmélyülést, tanulmányozzuk az ünnepkörök szakaszait, tanulmányozzuk a szentek történetét, tanulmányozzuk a, a népi és a keresztény szokásokat, azoknak a csodálatos egybeforrását, és ezáltal helyet találunk a világban, hiszen azért vagyunk a világon, mondta Tamási Áron, hogy valahol otthon legyünk benne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a civil út, Alapítvány odaadó programjának legújabb videóját hallották az ünnepkörök és az időskor témájában. Köszönöm szépen!